gazdasági informatikus, programozás, rendszergazdai feladatkör. Mi tényleg az ipar igényeit akarjuk kiszolgálni. Gyakorlatorientáltabbá tenni a képzést. Megpróbáltam az ipari igények egy részét behozni. A hallgatók tudjanak programozni. A Dunai Vási Főiskolán az informatikai képzés 1970 környékén indult, amikor is egy alakítás technológia szakhoz szervező szakirányt rendeltek. Először az első pár évig még számítógép se volt a főiskolánkon, úgyhogy Budapestre jártak a hallgatóink tanulni. Aztán 73-ban a Dunai Vasú segítségével egy R20-as gépet vásároltunk meg, és hát a környéken az egyedüli számítóközpontként nagyon sok munkát végeztek a dolgozóink. Hát természetesen azóta azért sokat fejlődött a világ, mi is átestünk a nagygépes korszakon, a személy számítógépeken, és hát természetesen most már minden számítógépünk hálózatban van. Lehet azt mondani, hogy a főiskolán durván olyan 700 számítógép áll a hallgatóinknak a rendelkezésére, amit tudnak akár laborokba, akár a könyvtárba, akár szabadon használni. 1992-ben indult a mérnök informatikus szakunk. Azóta utána gyakorlatilag egy 3 évvel akkreditáltuk a gazdasági informatika szakot is. Ez a két szak BSC képzésben fut a főiskolán. Korábban ugye felsőfokú szakképzések, jelenleg felsőoktatási szakképzések formájában pedig szintén ilyen szakon tanulhatnak a hallgatóink. Én 2009-ben kezdtem a főiskolán, 13-ban végeztem, 13 júniusában, és már 12 júniusa óta dolgozok egy Dunai Városi Vállalatnál, Zábor cégnél. Lényegében most a Hybrid Levél Kft-nél dolgozok, mint vezető szoftverfejlesztő. Kis cég voltunk, szépen fokozatosan kellett felépítenünk a fejlesztőgárdát, még mindig csak 3 főnél tartunk sajnos, és ennek az az oka, hogy nem találtunk megfelelő gyakornokokat. Kipróbáltunk rengeteget, felvettük őket, hónapokon át 7-8 hónapig, akár egy évig is foglalkoztattuk őket, viszont sajnos legtöbbször mindig az volt az eredmény, hogy nem tudtak beválni, nem tudták elsajátítani azokat a szükségleteket, amiket mi elvártunk, nem légből kapott igények voltak, hanem az iparnak megfelelő igények. Láttuk azt, hogy néhány alap dolgot nem tanít meg a főiskola, és nem csak a mi intézményünkre, hanem akár bármelyik felsőoktatási intézményre is gondolhatunk. A szakmák legalapjait természetesen a csinyelvényelt ismerni kell, emellett az angol nyelv használata, nem feltétlenül beszédszinten, de lényeg, hogy dokumentáció értően tudjanak olvasni és angol kódot tudjanak készíteni. Emellett még, amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy a probléma megoldó képességük magas legyen, magas szinten legyen, ez viszont nagyon nehezen tanítható. Talán ez az egyik legnehezebb része. Emellett pedig meglegyenek azok az alapkompetenciák, mint például a tervezési minták, tiszta kód készítése, objektumorientált programozás, valamint a hálózatokhoz eléggé érteniük kell a programozóknak is, mivel rengeteg webszolgáltatást készítünk. Az, hogy egy hallgató ne egyedül, hanem valamilyen projektben egy team részeként legyen képes megvalósítani egy feladatot, hogy részt vegyen magában a fejlesztésben, az szerintem egy olyan készség, amire szüksége van a hallgatóknak. A másik, amire szükség van az én véleményem szerint, hogy megtanuljanak a hallgatók modellezni, hogy a különböző informatikai szakterületek, a gazdasági informatikus, a fejlesztő rendelkezzen olyan közös felülettel, egy olyan közös módszerrel, a modellezési technológiákkal, amivel képesek a felhasználónak a laikusként megfogalmazott igényeit szakszerű formában, a programozók által is megvalósítható módon lemodellezni, illetve a programozók oldaláról meg érdekes az, hogy ezeket a dolgokat, ezeket képesek legyenek értelmezni, és a műszaki rajzok, a tervek, a modellek alapján képesek legyenek megírni azt a programot, ami tulajdonképpen a felhasználónak az elvárása lenne. Kollégáimmal átgondoltuk azt, hogy mi minden oktatunk, és ezek hogyan épüljenek egymásra, ezek az ismeretek. És eddig azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok kis ismeretkockát megkaptak a hallgatóink, de ezekből a kis ismeretkockákból nem tudtak maguknak egy várat, egy megbízható tudásvárat fölépíteni, mert nem volt meg az a kohéziós erő, amitől nekik ez úgy összeállt volna egy egységes ismeretté. Igazából az alapgondolat az, hogy egy olyan képzést rakjunk össze, ahol a tantárgyak egymásra épülnek, az ismeretek egymást erősítik, és ezt odáig végig gondoltuk, hogy hétről hétre
az egyes tananyagok hogyan épülnek egymásra, hiszen a cél az, hogy a hallgató az első pillanattól kezdve, hogy beiratkozik a képzésünkre, sikerélményeket kapjon, mert ez tudja fenntartani az ő motivációját, ez viszi őt előre a képzésben, mindamellett, hogy jó esetben azt is tudja, hogy milyen céljai vannak és mit szeretne elérni. Az alapgondolatunk ebben a kérdésben, hogy egy erős programozói, objektumorientált programozói szemléletet kívánunk adni a hallgatóknak, tehát 4 fél éven keresztül szerveztünk meg egy olyan ívet, amelyre felépítjük az összes többi tudást, tehát 4 fél éven keresztül különböző programozási tárgyak keretében objektumorientált programozást tanulnak Java nyelven a hallgatók, az összes többi tárgynak pedig az a szerepe, hogy ezeket az ismereteket erősítse, tehát a számítás tudomány alapjai, a matematika, illetve az összes többi tantárgy erre épül. Ennek pedig az az oka, hogy programozás és objektumorientált programozás és Java nyelv, hogy megnéztük, hogy mire van szüksége a piacnak. Amit elvárunk tőlük, hogy egy programozási nyelvben stabil ismeretekkel rendelkezzenek, hiszen hogyha már egy programozási nyelvben stabil ismeretekkel rendelkeznek, akkor könnyedén megtanulnak más objektumorientált programozási környezetben is programozni, vagy más nyelven is programozni. Ez a 2 éves közös képzés, ez tulajdonképpen olyan, ami felöleli az informatikának az általános dolgait, az operációs rendszerek, programozás, modellezés, adatbáziskezelés, matematika. Ezután a 2 év után a hallgatók képesek eldönteni, úgy, hogy már ismerik azt, hogy milyen nagyobb területekből áll az informatika, hogy mi az, amiben tehetségesebb, mi az, ami érdekli, mi az, ami igazából számára kedves, kellemes. És így van lehetősége arra, hogy a 2 év után a szakosodásba úgy válasszon magának szakokat, hogy az a számára legjobb irányokat jelenti. Vannak nálunk olyan partnercégek, akik a saját világukból, a saját maguk által használt technológiákból egyedi képzéseket, játszótereket indítanak. Ezek mellett még vannak azok a lehetőségek, amelyek az akadémiai kutatásokat támogató projektekben való hallgatói részvételt jelentik, tehát a legkiválóbbakat szeretnénk bevonni abba, hogy a Dunaújvárosi Főiskolán folyó innovációba, kutatásfejlesztésben is részt vegyenek, és itt olyan dolgokat ismerhessenek meg, amelyek most a vezető technológiák és érdekesek lehetnek számukra. A 2. év végén egy állásinterjú-szerű megmérettetés keretén belül mérjék fel a hallgatókat, hogy számukra mennyire hasznos, jól felkészült, alkalmas maga a jelölt. És így meg tudják mondani a hallgatóknak, hogy téged fölvennélek, mert te már most alkalmas vagy arra, hogy nálam dolgozzál, vagy hát nem vagy rossz, de vannak olyan területek, ahol még fejlődnöd kéne, vagy azoknál a hallgatóknál, akik az ő vélemények szerint nem jók, azoknak meg tudnak mondani, hogy te nem erre a pályára vagy alkalmas, nem biztos, hogy ezen a területen kéne dolgoznod, és ez egy nagyon erős motiváció lehetne a hallgatók számára, vagy lesz remélhetőleg a hallgatók számára, mert így nem csak azt tudják meg, hogy mi, oktatók mit gondolunk róla, hanem azt is megtudják, hogy mit gondolnak a piaci szereplők. Arra lennék elégedett, hogy ez mondjuk egy olyan országos sírre vergődik, ez a mi hát jelenleg ugye kísérlet, illetve induló projektünk, amiben a vállalatok is hozzánk iskolázzák be a hallgatóikat. Első körben megértve azt, hogy mi tényleg az iparigényeit akarjuk kiszolgálni. És úgy gondolom, hogy azzal lennék még elégedett, bár ezt akár most is elmondhatjuk magunkról, hogy a hallgatóink nagyon jól fizetett, és nagyon jó állásokba tudnak majd elhelyezkedni ezzel a diplomával.